Sziasztok, Dani Boy vagyok, és ebben a videóban egy garázs bemutatót fogtok látni. Ugye többen is megkerestetek ezzel a kéréssel, hogy csináljak egy ilyen fajta videót. És ma úgy gondoltam, hogy el is készítem ezt. Na nézzük sorban, hogy ugye magától a játék sorban rendezi a tankokat a garázsunkban. Jelenleg ennyi tankom van, hát nem kevés, mondjuk nem is túl sok. De bőven elég nekem. Na és akkor kezdjük is. Type 64-et láthatunk. Amit azért vettem meg, hogy igazából Strongholdba, erőt csatákba használjam, és tökéletes erre a célra. Nagyon gyors, 72,4 km per órás sebességhatár van neki, 21,46 a lóerő per tonna fajlagos teljesítménye, forgási sebessége 56, tökéletes, látótávolsága is nagyon jó. És van egy ilyen ágyúje, ugye ez egy, hát ha jól tudom, akkor ez egy amerikai ágyú. Nagyon érdekes, nézzük is meg azért, hogy biztos legyen ez. Itt van, ez az ágyú szerintem az. És még a neve is ugyanaz, hát ez érdekes. Adatai, hát kicsit gyorsabban céloz a Type 64, abban különböznek, mert sokkal könnyebb, mint ez a EZ8-nek a lövege. Ugye ezen már rég túl léptem ezen a tankon. És összességében az a vélemény a Type 64-ről, hogy az egyik legjobb tier 6-os prémium tank, tökéletes tényleg, randomban is használható mondjuk, hát annyira nem szeretem ezt a lightozást, mert állandóan nagy tierbe dob, ilyen tier 9-be bedob ezzel, hát nem tudok sok mindent csinálni, még goldamúval sem, ugye 177 az átütése, viszont ésszel nagyon jól lehet vele játszani, hogyha valaki ért a lightokhoz, az nagyon fogja szeretni ezt a tankot, csak ajánlani tudom, rengeteg kreditet farmoltam vele Stronghold csatákban. És akkor nézzük tovább, van itt egy Type 58-as, egy kínai 6-os közepes csoda. Van rajta 36.000 XP-m és 49.000 XP-be kerül ez a T34-1. Amúgy úgy volt, hogy ugye Type T34 után kihúztam ezt a Type 58-at és kifejlesztettem belőle az IS-2-t, csak nagyon kredit hiányom volt, ezért eladtam. Viszont most nemrég visszavettem az ötszörözés táján, most volt valami ötszörözős event, hát visszavettem és ugye összegyűjtöttem ennyi XP-t rajta, aztán még gyűjtöm, szépen, de, szépen lassan gyűjtöm a T34-re az XP-t, ezt már nagyon várom, nagyon tetszik ez a tank, jó ágyúval rendelkezik, hát tűzgyorsága lehetne nagyobb is, de szerintem teljesen korrekt, átütése is jó, mozgékony, jó kamóval rendelkezik, viszont nincs ágyus üldése, hát azt majd meglátjuk, hogy hogy fogok azzal megküzdeni. Na mindegy, erről a tankról ennyit. Itt az IS-2. Ugye látszik is, szoktam vele menni. Fel van szerelve, minden fullos rajta, ugye itt vannak a lőszerből. Hát tizet viszek magammal, hitet. Csak megszokásból, hát soha nem lőttem még el azt a tizet igazából. Viszont a tornyot azt valószínűleg nem fogom kihúzni. A rádiót sem, mert a rádiót meg fogom kapni a 110-en, hogyha kifejlesztem a 110-et, az automatikusan kifejlődik vele. A 220, igen, pontosan. És a motorokat se fogom kihúzni, mert ha megnézitek, 520 lóerős, a következő szintén 520, és ez meg 580, ami nem adna annyi pluszt, hogy megérje kihúzni, szerintem ez elpazarolt XP lenne, úgyis a 110-en meg lesz már a nagyobb motor. Úgyhogy ezeket nem húzom ki, a tornyot se, hát ugyanaz, kicsit jobban megnéztem tank inspektorba, kicsit jobban le van kerekítve egy torony, de minimális, úgyis be fogják lőni, nem túl acélos ennek a tanknak a tornya. Viszont a 110-et próbálgattam teszteni, és nagyon jó, nagyon tetszik, olyan DPM van, olyan pontos ez az ágyú. Az átütése, hát lehetne nagyobb is, de nekem megfelel, ott van a Gold Ammo, annak 265, ami mindenre elég. Célzási ideje is sokkal jobb, mint az IS-3E, a front páncélja nagyon durva, hogyha nem forgatjátok be, ugye szembeálltok az ellenséggel, akkor csak az alvázát fogja belőni. Tornya az egy IS-8 torony, úgyhogy ezt már várom, ezt a tankot, de keveset játszok nagyon az IS-2-ben, most inkább a medium tankokat, a közepes tankokat húzom. Még azok jönnek be, most igazából nem érzem annyira heavyt. És nézzük tovább, itt egy érdekesség, a VZ-111-es. Hát ez ugye egy ilyen küldetéssel lehetett megszerezni, még annak idején, pár hónapja. És hát a véleményem az róla, hogy jobb mint a 112, de gyengébb mint az IS-6. Én ezt mondanám róla igazából. Ugye ágyú a
kicsi átütés, nagy sebzés, korrekt töltési idő, pontosság papíron nagyon rossznak látszik, de gyakorlatban igenis pontos, nagyon pontos ez az ágyú. Elég mozgékony, de nem fordul jól, hát igazából ez egy, nem tudom, egy átlagosnak mondanám. Nem túl jó, de azért használható. Jó meccset megyek vele, akkor az tényleg nagyon jó. Ilyen 3-4 ezer sebzés. De leginkább rossz meccseket szoktam vele menni mostanában, mert ugye hozzászoktam a medium játékstílushoz. És azokkal megyek. Van benne egy... Hát jónak mondanám ezt a legénységet azért, ugye IS-2-nek a legénysége. Most mindjárt kifejlődik nem sokára a harmadik skill is. És nagyon amórekkelődik ez a tank, meg gyullad is. Viszont tettem rá egy ilyen skillt, aminek az a neve, hogy megelőző karbantartás, nagyban segített. Azóta egyszer gyulladtam összesen, akkor is 13-90 tárazta a seggemet, úgyhogy ez megéri rátenni ezt a skillt, tényleg, ez nagyon jó. Meg a biztonságos elhelyezés, hát ha itt oldalba lövik, akkor úgyis amúreket fog kapni, de azért kicsit ki lehet szűrni. Azért ebben is hiszek, hogy működik, úgyhogy rajta hagytam. Egy LC AI Mix, ami örök festésem van rajta, nagyon megszerettem ezt a tankot, viszont csak nyári festés van. Nincs rajta sivatagi és téli. Ugye ez örök darab lesz a garázsomban, most jön az LC BIS, az lesz a neve. BIS, ugye nem AMX lesz. És át lesz nevezve, ugye ez a történelmileg hivatalos neve. És megkapja a HD modellt, végre nagyon szép lesz. Nézegettem Tesseron, főleg ilyen full grafikával, tényleg gyönyörű lesz. Ágyúja az korrekt, viszont nagyon lassan céloz, ez a 2,9, ez csak papíron ennyi, mert kb. Gyakorlatban 6 másodperc körül van, komolyan mondom. Nagyon zavaró tud lenni, viszont lehet vele frenkelni, nagyon lapos, gyors, be lehet állni magasabb tankok mellé, mondjuk, mint egy... Hát most mit mondjak, ilyes mellé is be lehet állni például. Töltés ideje sok, de összességében szeretem ezt a tankot, szerintem nagyon jó, nagyszerű tank. Viszont kell rá célzás gyorsító, az nagyon fontos rá. Egy AMX 13-90 a következő francia csoda. Legénységem, hát nem túl jó benne igazából. Többször cserélgettem őket, meg a skilleket is cseréltem rajtuk. Viszont van ilyen női legénységem, viszont ebből még csak ketten vannak, ha jól tudom, igen. Nincs egy harmadik nő, azt majd meg kell szerezni. Ugye felraktam rá a szokásos skilleket. És hát így nem érdemes használnom, mert nincs még edit alakulat ezen a harmadik legénységi tagon, úgyhogy inkább használom ezzel a szokásos legénységemmel, ami még csak két skilles. Ez egy nagyon jó tank szerintem, ugye itt is van, itt látszik, ugye ezek ESL tankok, amik itt vannak, IS-3, 1390, T-32, T-69, Bulldog és 5100, ugye nagyon közkedvelt ESL tank, és Stronghold erőt csatákban is tökéletes. Ez egy ilyen mindenes tank igazából, randomban is megállja a helyét, viszont a gold ammo nagyon fontos vele. Minimum egy, hát nem tudom mennyi, 12, két tárny azért minimum legyen benne, az azért illik, hogy legyen. Mert ilyen S100-ak, meg mauzok, még hátulról se ütjük be őket sima lövedékkel, 170 átütés. Ez is elég lassan céloz, ami zavaró, viszont meg lehet szokni, és ilyen jobb legénységgel, úgymond jobb legénységgel, hogy van rajta pillanatkép és sima utazás, meg célzás gyorsító, ez így már egész korrektre le lehet tornászni azt a célzási időt, viszont még hiányzik róla az elit alakulat, de majd egyszer az is lesz. Ugye ez is örök tank, megtartom, jó lesz ez még ESR-re, meg Stronghold csatákra. Van rajta 197.000 XP-m, és nem fejlesztem ki a lore-it, mert igazából megtetszett a Tesseron a 30V, ugye most fog jönni, az AMX 30V 9.7-es patchben, mert ugye ez még csak a 9.6-os. És itt fog ketté ágazni a... Nem tudom, talán a motorból jön? Nem tudom. Valahol itt fog jönni az a 30 prototype, utána az AMX 30B. Ami olyan lesz, mint egy Leopard 1, kicsit több páncéllal, ugye nem olyan modulérzékeny és tökéletes ágyúja, nagyon gyorsan szűkül, pontos, és valószínűleg azt az ágat fogom inkább kihúzni. Viszont megtartom a 13-90-et, ugye gyűjtök rajta még ennyi XP-t, és utána lesz a lóri, utána meg a becset. A következő tank a nagy kedvencem, ugye tudjátok, már többször is szerepelt a csatornámon, ez az FCM 50 tonna,
Ebben van talán a legjobb legénysége már a játékban. És nagyon jó tank igazából, nem tudom, de valahogy érzem. Így papíron meg, hát nem tudom, én átlagosnak mondanám papíron, de gyakorlatban valahogy tetszik, van egy ilyen különleges játékstílusa. Ez egy olyan, mint egy nagy medium tank, de mégsem az. Ugye 55 tonna. Tudnám hasonlítani mondjuk a Centurionhoz, az is ilyesmi. Erről majd később fogok beszélni. És tier limites premium tank ugye az FCM, nagyon jól hozza a kreditet. Mondjuk nem a legjobben, de ha valaki jól játszik vele, akkor úgyse fogja érezni azt a pár ezer kredit minuszt, amit a JT88-hoz viszonyítottan kevesebbet kap, ugye egy pár ezer, nem tudom, 3000-re maximum. Van egy ilyen adott sebzésérték, és úgy van a kredit szorzó. Na, mindegy, ugye van rajta kettő darab kiválóságjele, és szeretném a harmadikat is elérni. Hát ami ez most igen sok kell, 83%, hát csökkent, nem tudom igazából hogy, pedig hát 1865 vele az átlagsebzésem, egy olyan 2000-re már megadja elvileg a 3-at, viszont sok jó játékos játszik vele, ezért elég nehéz vele megszerezni azt a 3 jelet. Jó statpaddolásra is ugye húzni a statisztikánkat, a VN8-at 1925-től van, hogyha jól tudom, az unikum stat vele. Egy olyan mostanában 2004-2005-öt szoktam vele sebezni átlagosan, azt szerintem teljesen korrekt, ad rá egy olyan 3500-4000 VN8-at, attól függ, hogy milyen távolságról lövöldözök. Az ágyúja, hát azt mondanám róla, hogy most volt ez a úgymond pontosság nerf, igazából balanszolás volt, mindegy, erről most ne beszéljük, mert ez hosszú, és megérződik az FCM, mert sok tankon nem érzem, mondjuk egy IS-7-en nem érzem, egyáltalán nem, ugye IS-4-em nem volt előtte, tehát ez így is úgyis elég pontos. Mindegy, nem érzem az ilyesetben, az FCM-en meg nagyon érződik. Sokkal többet misszel, így a kör szélére tényleg. Sokkal többet megy ki a lövedék. De még így is teljesen jó, korrekt tank. Ugye azért mégis kellett rajta egy kicsit gyengíteni, hogy ne csak FCM-et vegyen mindenki, hanem ott van a CDC, valamik CDC, ami még nincs bent a premium, vagy nincs bent a... Itt az ágon nem lehet megvenni, csak a premium shopban. Ennyit az FCM-ről, skilleket itt láthatjátok, azt most nem szeretném felsorolni, mert elég sok. 50-120 a következő tank, amit... Hát van rajta 88.000 XP-m. Ugye az 50B-t már nagyon szeretném, de... Hát nem tudom, nem vagyok jóban ezzel az 50-120-szal, azt mondanám. Vagy jó csatát, vagy nagyon rosszat megyek vele. Hát helyzetfüggő, azt mondom, igen, az a jó szó rá, hogy helyzetfüggő ez a tank. Nagyszerű ágyút kap, viszont... Ugye táras, 4 lövedék van a tárban, és 400-akat sebez. Viszont nagyon lassan tölti, 3,33 másodperc van a két lövés között, amikor tárazunk ki. A nagy újratöltés meg 35 másodperc, ami nekem olyan 31-2 talán, valahogy úgy. 257 átütés, ami nagyszerű. Elég pontos, viszont lassan céloz, az a nagy baja. Az 50B-nél ez sokkal jobb lesz, mert az 2,5 másodperc alatt céloz. És a nagy bajom vele, más gondom tényleg nem lenne, hogyha lenne egy olyan 8 fokos ágyűsérdése. Ez a 5-6 fok, ez semmire nem elég, és főleg úgy, hogyha így rámegyek egy kicsi dombra, itt van alattam egy kis domb mondjuk, akkor nem tudom fölvinni az ágyumat. De így egyáltalán nem, csak oldalra esetleg. Csak azt meg nem tehetem meg mindig, hogy így oldalamat mutatom az ellenségnek, és akkor úgy viszem föl rá az ágyomat. Hát igen, nagy hibája ez a 50-120-nak. Meg ugye páncia sincs túl sok. Ez majd az 50B-nél javul egy kicsit, viszont ott gyengébb lesz az oldal. Igen, 30 mm, de 170 mm-es lesz a frontpáncia, és nagyon jól döntött. Viszont a tornya ugyanúgy gyenge marad, de ez is inkább ilyen közepes tank játékstílust igényel. Ez a tank, meg az 50B is. Meg ugye ez az egész ág talán a... AMX M445-től kezdve, ez ilyen medium tankok. Ugye az ARL az a jó heavy, meg a BDR is igazi heavy-k. Innentől meg közepes tankok. Mert ez a közepes tankok játékstílusát igénylik. Na. És akkor menjünk tovább. FCM pak. FCM 36, pak 40. Ez most le volt árazva, és ezért vettem meg igazából. Ki fogják venni most a premium shopból. Nem sokára, a következő percben 9.7-ben már nem lesz benne. Sajnos, ezért beszereztem, és
400 méteres látótávolság van, itt látszik 400, ami hatalmas, tényleg nagyon nagy, mint az FCM-nek, mint a 8-as szintű tanknak, ugye szintjén talán a legnagyobb látótávolság. Vannak olyan pályák, hogy így elindul a csata, és minden fölvillan. Periszkóppal használom, ugye, úgy bőven 445 méter fölött van a látótávolságom. Ágyúja elég jó, gyorsan céloz, gyorsan szűkül, vagy gyorsan, hát az ugyanaz, na mindegy, gyorsan céloz, pontos és gyorsan is tölt, igen, azt akartam mondani. És az átütése is korrekt, 98, és nagyokat sebez, két lövéssel általában egy tier 2-es tankot ki lehet szedni. PZ1C, hát ezt nemrég vettem vissza, fanulásból. Ugye, az ágyúja az gyenge, 2-es szintű ágyú sajnos, de táras, nagyon érdekes, 40 lövedék van benne a tárban, viszont csak 33 az átütése, ami elég gyenge. Viszont én ezt az ágyút használom, mert jobbnak tartom, mint ezt a másikat. Sokkal több lövedék, 4-szer annyi lövedék van benne. Lőszer, amit ugye 8 másodperc alatt táraz újra. Másik ágyú ezt 3,5 másodperc alatt. Hát én ezt preferálom, ezt a nagy ágyút, vagyis a legnagyobbat, ami 7,92 mm-es ágyút. És teljesen jó tank tier 3-ban, mondjuk a ilyen T18-ak, a tier 2-es T18, meg ilyesmi azért problémát tud neki okozni a kis átütés miatt, de ha megkerüljük őket, akkor simán lehet osztani. T25 a kedvenc tier 5-ös tankom, 2 darab kiválóságjel van rajta, ugye. Ezt nem bántam meg, hogy megvettem, nagyon szeretem ezt a tankot, ugye 88%-os vele a kiválóságjel, 821 átlagsebzés, ami lehetne jobb is, de még gyengébb játékos voltam, amikor ezt beszereztem. Nagyon jól lehet vele statot húzni, igazából szerintem arra van kitalálva, lehet vele kreditet is gyűjteni, mondjuk nem annyira jól, mint egy FCM-mel. Hát meg se közelíti az FCM-et a kredit, vagy kredit szorzó ügyileg. Úgyhogy inkább az FCM-et ajánlom ilyen célra, meg általában a tier 8-as sprint tankukat. Viszont ez egy nagyon jó kis tank, 10 fokos ágyúsüllyedés, 60 km/h végsebesség, viszont nagy hátrányon lassan fordul, ezért használok benne egy olajat és ezt a kettő skillt. Kuplung égető az elengedhetetlen rá, az nagyon fontos, meg egy offroad vezetés, és ez így nagyban javult a mozgékonysága, sokkal jobban fordul, mint ezelőtt. Panzer 4 Schmalturm, hát igen, most látszik is, nincs rajta felszerelés. Amióta megvettem ezt a Type 64-et, azóta nem játszok ezzel a PZ-n és Malturmmal, ugye ezt vittem előtte erőt csatákba. Mondjuk most nem is vagyok lámban egyelőre még, még kell egy kis VN8-at, és ugye ki kell farmolnom még a 50B-t is a cvakhoz. Viszont úgy összességében ez egy jó tank, azt mondanám. Nagyon lassú, 300 lóerős motor hajtja, ami nem túl erős, de a toronypáncélja valami brutális. Ez a 7-es Panther torony, azt hiszem, vagy a Panther 2 tornya talán. 120 mm, tier 5-ös tankoknak esélytelen belőni maximum a kupoláját, de még sokszor arról is pattognak. Viszont itt alul elég gyenge, úgyhogy elrejtjük innentől. Ugye 8 fokos az ágyúsüllyedése, úgyhogy kisebb dombok mögé be lehet állni és elrejteni ezt a testpáncélt, és akkor a toronyról nagyon jól tudnak pattogni. Ágyúja az jó, korrekt, 150 átütés, 135 sebzés, elég gyorsan tölt, pontos, gyorsan céloz. Összességében nem egy rossz tank ez, és a nagy hátránya, hogy nem térlimites, ugye felrakhatja a tier 8-ba, ami nagyon zavaró, mert ott hát nem mondanám, hogy semmire nem jó, mert ugye a Golden Bow-jának 194 átütése van, viszont úgy elvész az értelme a Reddit formulás, akkor csak fanolni lehet vele igazából. Következő német tank az a 88-as Jagdtiger, ami iránt kétes érzéseim vannak, úgy mondanám, mert ez is helyzetfüggő, hogyha bejön mellé egy medium vagy egy light tank, akkor vége, akkor ennyi volt a ET, viszont hogyha el tudjuk rejteni ezt a nagy alvázat és kidugni ezt a felső részt, vagy talán Tier 9-be, ugye ezt is belőlik már sajnos, ezt a frontlemezt, ugye innentől idáig a felépítmény aljáig, ez a Tigris 2-nek az alváza, erre van építve a Tigris 2. Ugye ezt is sajnos már a Tier 9-es tankok, meg néhány Tier 8-es is be tudja ütni, mint az 50-100,
meg a IS-3 is néha átüti, viszont hogyha szögelitek egy kicsit, mondjuk így, akkor úgy már nem fogják beütni, csak az alvázat. Az ágyúja az érdekessége, nagyon brutális ez az ágyú, tényleg 203 mm átütés, ami úgy önmagában nem sok, de tier limites ez a tank, magyarul nem lát soha tier 10-et, csak tier 9 a legnagyobb, ahova bekerülhet. 240 sebzés, 0.31-es pontosság, egyike a legpontosabb ágyúknak a játékban, ugye a legpontosabb talán a VTPZ, vagy VTAUF E100, aminek 0.29-es, ha jól tudom. 2 másodperc célzási idő, ez igazából olyan, ilyen legénységgel, meg ilyen felszerelésekkel, lehet a repeszpánc helyett még célzás gyorsított tenni, viszont utálom az Artikat, ezért inkább rátettem ezt, hogy azért jelentősen csökkenti, hogyha a splash sebzéseket, amit bekapunk az Artitól, ez a repeszpáncél. Ugye elvileg azt írja, hogy 50% páncélvédelem ütközés és robbanás ellen, meg a legénységnek is ad 50% védelmet. Úgyhogy ez nagyon hasznos felszerelés az ilyen nehezebb tankokon. Célzási ideje olyan, hogy csak oda visszük az ágyút és el is sütjük. Igazából nem érezhető, olyan, mintha nem lenne célzási ideje. Nagyon gyorsan rászűkül tényleg. Már volt vele videó a csatornámon, nézzétek meg, ha még nem láttátok. Szerintem ez egy korrekt tank amúgy. Aki szereti a nehezebb tankokat, ez egy nehéz tank játékstílus igényel, ugye a 203 mm átütés miatt ez nem lehet. Vagy lehet vele TD-zni, csak ilyen 7-es tankokat lehet vele átütni messziről. Viszont tudunk jól gyenge pontra célozni a jó pontosság miatt. És ez nagy érdekesség, ez a tűzgyorsaság. Ez valami brutális. 4 másodperc, itt van, 4.46 alatt tölt. Tehát ahhoz képest, hogy az FCM 6.19 alatt tölt, ugyanakkor át sebez a JT88 és 4.45 alatt teszi azt. Ez valami 3200-as DPM-et eredményez. Hogyha belerakunk egy csokit, ugye ez a prémium kaja, akkor még jobb lesz. És hát igazából aki prémakkal játszik, annak érdemes használni bele csokit. Mostanában már nem gyullad, ugye kivették azt a mechanizmust, hogy alvázon lövik a német tankot és felgyullad, most már nem gyullad, csak motort kap. Hát alapból elég lassú, úgyhogy nem jó, hogyha nem előnyös, hogyha kilövik a motort. Viszont ezt meg tudjuk javítani, és onnantól már folytathatjuk is a darálást vele. Goldamo 10-et tartok benne, nagyon drága, ezért nem szoktam előni, 4400 kredit, hát nem éri meg vele goldot lőni, bőven elég a sima páncéltörő lőszer is, nagyon pontos, úgyhogy mindent át fogunk vele lőni, hogyha eltaláljuk ugye a gyenge pontokat. Legénységem is elég jó, nagyon sokat TD-ztem régebben, ugye Jack Panther 2 legénység, az összes tag talán Jack Panther 2-ből van, igen, csak az sajnos eladtam. De vissza fogom venni, tervezem a visszavételét. Csak ugye ezt össze kell farmolni az árát, és utána kihúzom a JT-t, és a Jagdpanzer E100-at is nagyon várom. Az is az egyik a terveknek, a jövőbeli terveimnek, a Jagdpanzer E100-as. Ha nézzük tovább, Matilda Black Prince, ezt is leárazva vettem még, volt egy olyan nap, vagy 3 napig voltak leárazva talán. Az összes ilyen Valentine, vagy hát Valentin napon volt talán, nem tudom pontosan, de le voltak árazva 75%-kal. Fillérekért tényleg ilyen 250 goldért, vagy valami ilyesmiért lehetett hozzájutni. Ugye le volt árazva a Matilda BP. Ez a Valentine 2, ugye orosz színben van itt feltüntetve, amúgy ez egy brit tank. Olyan, mint a Churchill 3, hát ilyen szovjetnek lett. Hát valami szerződés által került a Szovjetunióba. Itt van, kölcsönbérleti egyezmény keretében szállították a Szovjetunióba, igen. És még egy valami le volt árazva, arra most nem emlékszem, ezt most nem szeretnék ezzel időt pazarolni. Összességében ez egy Churchill 3, kicsit lassabb, nem is hogy lassabb, hanem gyengébb a motorja, 190 lóerős motor van benne, 30 tonnához, ami hát nem valami a célos, viszont 12 fok az ágyus ügyedése, úgyhogy ha egyszer csiga lassan elérünk egy jó kis dombot, akkor tudjuk onnan osztani az ellenfelet. Főleg úgy, hogy tier limites, magyarul nem dobja tier 6-tól nagyobb, a tier 7-be már nem kerülhet be. Nagyon gyorsan tölt most, 1.94 alatt talán, vagy valahogy így, még nincs rajta ugye elit alakulat. Felszerelések, ez így szerintem korrekt, célzásgyorsító helyett, hogyha
ezt nem akarjátok rátenni, mert nagyon drága, mondjuk akkor lehet rá egy ilyen közepes repeszpáncért tenni, ez csak 2000 kredit. Sok trollágyú van kis szinten, úgyhogy az sokban segíthet, vagy nagyban javíthatja ezt a tankot. Meg az Artik ellen is persze, nem utolsó védelem. Következő tank a nagy kedvencem, egyik nagy kedvencem a Centurion. Centurion már van. Ez egy tier 8-as közepes tank, brit közepes tank, ami valami brutális szerintem. Szerintem ez a legjobb tier 8-as nehéz, vagy tier 8-as közepes tank. Ugye az ágyú az érdekessége, 226 átütése van, olyan mint az IS-3 átütése körülbelül. 230 a csebe, ez 10-el kisebb, mint az átlagos közepes tankok tier 8-ban. 0-33 pontosság, ez kiemelkedő, ez nagyon jó. És célzási idő az korrekt, 2,3 tized. Szerintem ez egy nagyon jó tank, tényleg. Azon gondolkozom, hogy nem fogom eladni, de még mondjuk nagyon messze vagyok a centtől, cent 7 per 1-től. Ugye 22600 XP van rajta, mostanában nem játszok vele, hogy a Pershinget grindoltam. Legénységem, hát igen, elég gyalázatos, nem valami medium legénység. Javítás skilleket láthattok. De ez le lesz cserélve, amikor kifejlődik a harmadik skill olyan 60% körülire, akkor lecserélem, az első lesz a Bia, ugye az elit alakulat. Az már azért 9-es tankba kell. Utána kamó, meg ilyen vegyes skillek, és utána felrakom a javítást, ez így lesz. Úgy általában így csinálom a közepes tankok legénységeit, így skillezem, először javítás, és utána, hogyha kifejlődnek, akkor csere, és így szerintem teljesen korrekt. A goldamot nem nagyon kell vele lőni, de azért a biztonság kedvére bent van 15 darab, azzal megnő az átütés 258-ra, azzal már mindent át lehet ütni igazából még tier 10-ben is. És ennyit a centről, szerintem ez egy nagyszerű tank tényleg, és akkor nézzük a következőt. Sexton 1-es, hát le volt árazva ez is, nem tudom miért vettem meg, amúgy vicces arti, mondjuk már nem artizok, nincs is rajta felszerelés. Hát de úgy használható igazából, aki szeret artizni, annak ajánlom. Nagyon jó a belsési szöge, ugye ez brit artiknak a jellemzője, hogy ívelik a lövedéket és szinte 90 fokban érkezik a tank tetejére. Magyarul jól lehet vele ilyen sima páncértörő lőszert is lőni, mert általában átüti a ellenséges tankot. Következő arti, az egy FE304-es, ami szerintem a játékban a legszórakoztatóbb arti, hogyha így mondhatom, mondjuk semmi arti nem fair dolog, semmelyik arti, de ezt kihúztam, nem tudom miért, most már egyáltalán nem játszok vele, nem is tudom mikor, még talán erős csatákba mentem még az Ast klánnal, most már nem megyek fel egyáltalán, meg amúgy se, így random csatában. Úgyhogy szerintem nagyon jó arti, nem szeretném tovább húzni ezt az ágat, szerintem kifejlesztem ezt a Crusader SP-t, aztán nem megyek tovább, mondjuk ki tudja. Következő az a T-32-es, amerikai tier 8-as nehéz tank, 6 fős a legénysége, azt hiszem, igen, 6 fős a legénysége, ami rengeteg, ugye a skilleket láthatjátok rajta, hogy milyen. A kuplung égető az nagyon ajánlott rá, mert elég lassan fordul. 25 fok, ez még lassabb, mint az IS-6 meg a WZ-nek a fordulása, ugye azoknak 26 fok. És hát nem tudom, tier 8-ban ez a tank OP, szó szerint OP. Tier 9-ben már annyira nem, tier 10-ben meg kell a gold. Golddal ott is jó, ugye a tornyát ott se lövik be. 298, 197, 152 a páncélzata, hát ezt nem fogják belőni, maximum a kupolát, de még az is elég troll. Nem nagyon lövik be tier 8-ban semmi, csak hogyha nagyon jól találja és szerencséje van. Hát igen, Goldamoval 245 az átütése, az is korrekt. Hát pontatlanabb papíron, mint az IS-3, de szerintem jó, meg jól is céloz, gyorsan céloz. 9 másodperc körül tölt, igen, még nincs rajta elit alakulat. 894 alatt tölt. Szerintem ez egy nagyon jó tank, és ezt nem fogom eladni, abban már biztos vagyok, mert ez kell ESL-re majd, hogyha elkezdek ESL-ezni. Ugye ott van a háttérben ez a tank is. Következő az egy T-127-es, amit szintén leárazva vettem meg, és nagyszerű tank, tier 3 van szörnyeteg, és tier limites. Ágyú nem valami erős, de használható. Nagyobb az áttése sokkal, mint a PZ1C-nek.
két másodperc körül töltése van, mondjuk nem túl jó benne a legénysége, még nem 100%-os. A Repes páncélt azt nagyon ajánlom rá, meg talán még egy célzásgyorsítót vagy egy periszkópot. Még kis szinten az nagy előnyt jelent, mert semminek nincs olyan nagy látótávolsága. És akkor mi látunk a spotterek vele, meg ez egy ilyen kis heavy tanknak mondanám, hát papíron light, igaz. Hát ilyen tier 3-ban nem nagyon vannak heavy-k. És ez egy nagyon jó kis tank, tényleg ezt megérte megvenni. Most nem használom, nincs benne gold ammo se. Mostanában nem megyek ilyen kis szinten, inkább húzom a tier 8-as medgyeimet. Most itt a Churchill 3-os láthatjátok, ami... Hát nem tudom igazából mennyi prémium tier 5-ös heavy van a játékban, de szerintem ez a legjobb közülük. Hát igen, nincs valami sok prémium tier 5-ös heavy. Excelsior, ez simán odaveri a Churchill 3, nem túl jó ez a tank, ez az Excelsior. Elég gyenge az ágyúja. Hát nem is tölt túl gyorsan. Páncélt az be lehet lőni, nem elég, hát olyan mint a Tigris páncél, csak ugye erősebb a szintjéhez képest. 114 tiszta páncél, 114 mm elől, oldat 31, ami nagyon rossz, nem tudjátok szögelni, be fogják lőni, nem szabad szögelni a Excelsiort, ez a baja. Tornya is, papíron, igen, erős 114, de hogyha Churchill 3-mal betöltöm rá a goldamot, akkor vége. Ő nem nagyon üdve, hogyha kezdőjátékos, én meg viszont mindig be fogom lőni a 180-as áttésemmel goldal Churchill 3-mal. Van itt egy T14, ami hát szerintem minden szempontból jobb, mint az Excelsior. Ezt is így fogják sajnos venni a játékból, úgyhogy aki akarja, az vegye meg gyorsan. Ugye itt csak a Churchill 3 van tier 5-ös heavy, és itt meg a Chinookai, de az nem heavy. Úgyhogy ennyit a Churchill 3-ról, ugye nekem ki van húzva az IS-4, meg az IS-7. IS-7-nek jobb a legénysége, ezzel szoktam futtatni. Van rajta minden, vegyes, minden van rajta igazából. És ezzel a legénységgel elég jó. A Churchill ugye van rajta elit alakulat is, 1.88 így a töltés, ha jól tudom. Egy hatalmas DPM-et eredményez, van rajta két csillagom. A harmadikat szeretném elérni, nem sokára. Hát még csak 86%-os a kiválóság jel, de lassan, de biztosan haladok vele. És aki nem tudná belőni, annak mondom, hogyha így be van döntve, akkor hát talán itt be lehet lőni, ugye ez a brit tankoknak a nagy hátránya, mert ugye ez is brit, ez is ilyen szerződésből van az oroszoknál, hogy hát volt. De lőjétek mindig a tornyát. 88 mm egyáltalán nincs megdöntve, látszik is, 90 fokban áll, mindenbe fogja ütni, még a tier 4-es tankok közül is néhány, talán még a tier 3-asok közül is pár tank beüti. Viszont tier limites, szerintem összességében ez egy nagyszerű tank, az oldala elég erős, van rajta egy kis üreges, rétegelt páncél. Úgyhogy aki akar tier 5-ös prém tankot, az vagy ezt válassza, vagy olyan T25-öt, ez a kettő a legjobb. Hát döntse el, aki akar venni, hogy mediumot, gyors, flankelgetős, sznájpolgatós mediumot, vagy egy igazi közelharci, kemény heavy-t akar a garázsában látni. Na lépjünk tovább, a nagy kedvencem tier 10-ben az IS-4. Szerintem ez egy nagyszerű tank. Most jelenleg jobban érzem, mint az IS-7-et. Mondjuk keveset megyek nehéz tankokkal, amint mondtam már. De szerintem ennek az ágyúja van brutális. A plusz 8 mm átütés az olyan plusz 20-nak érződik körülbelül. Most komolyan. Meg a heat ammo is az S-100-ok, mouse-ok tornya ellen nagyon jó, meg az alvázat is jobban be lehet ütni vele, hogyha be van döntve a tank. Célzás ideje sokkal jobb, pontossága jobb, hát nem sokkal papíron, de gyakorlatban sokkal jobb. Mondjuk azért egy 6 skill-es legénységgel más lenne futtatni ezt az IS-7-et, mint ezzel a 3 skill-essel. De szerintem ez egy nagyon jó tank. A frontpáncia hát elég gyenge, 2.30-2.35, viszont autólepattanó. Hogyha bedöntitek egy kicsit, lehet autólepattanó szöget elérni vele, viszont ezt erre rá kell érezni. Ez nem úgy jön, hogy csak bedöntöd, aztán minden pattog róla, ezt ki kell tapasztalni vele. Gyenge pont az alváz, meg itt a torony tetőn ez a... Hát nem tudom mi ez a lemez igazából, de ezt autópennel át lehet ütni sajnos. Viszont általában nem azt lövi, inkább alvázat szoktak nekem lőni, ez biztos a célpont. Oldala még nagy előnye, 160 mm tiszta páncél. Ugye az IS-7-nek 150 van odaírva papírra, de
itt ugye rétegelt, ez, hogyha be van döntve, akkor nem lehet átütni, semmivel nem lehet átütni, viszont itt a két, vagyis hát a láztalp és az üreges páncél között 100 mm, vagy a 90, hát most rossz ez a garázs, nem tudom úgy vinni, hogy 90 fokból lássam a tankot, de itt 100 mm összesen a páncél. Magyarul előleg egy PZ4-essel, egy tirötös, tirötös német közepes tankkal be lehetne lőni ezzel az ágyúval. Hát igen, hogyha ott találja el és 90 fokos szögben, úgyhogy ez hátránya az IS-jétnek, de általában az üreges páncél el szokta nyerni, vagy a lánctalpa löveléket. IS-4-nél nincs ilyen probléma, ott, hogyha jól szögeli az ember, akkor nem fogják átütni. Mindenhol ugyanolyan 160 mm páncél van. Ezzel még vigyázni kell, hogyha túldöntitek, akkor ezt itt be tudják lőni sajnos. Hát igen, ezt már az ST1-nél is észrevettem, és itt van valahol az amúrekje, ami nagy hátrány, mert itt lehet jó kis lőszerekhez kapni, ha itt belövik. De körülbelül egy ilyen döntés mellett, hogyha side-ba vagytok, innentől látszik a tank, akkor nem fogják belőni. És még túl is lehet egy kicsit szögelni, legalábbis úgy néz ki, mint a túl szögelnéd, de nem fogják beütni. Ezt észrevettem, hogy sok játékos rálő. Azt hiszi, hogy túl van szögelve, és akkor csodálkozik, hogy lepattan róla a lövedék. Hát ez mégiscsak 160 mm tiszta páncél, úgyhogy tud azért trollkodni az ellenséggel. Az IS-7-es a másik. Hát már ő is szerepelt a csatornámon. Meg vagyok vele elégedve, nagyon durva, heavy frontpáncia szinte belőhetetlen, főleg itt középen. Itt oldalt, hogyha be van döntve így körülbelül, akkor be lehet ütni, itt lent kell lőni inkább. Nagyobb TD-kkel így is be lehet ütni, talán ilyen Jakpanzer 100 hittel itt be fog menni, itt is. A torny az brutálisan erős, viszont hogyha fölfelé néztek vele, akkor itt sajnos be lehet ütni. Itt, hogyha szembe van és fölfelé néz az ágyúja. Igen. Kupoláját azt lecsökkentették, ugye még beljebb húzták, így nagyon kicsi esélye lehet eltalálni. Ide nem érdemes lőni, ha ez látszik, akkor inkább ne lőjetek az IS-7-re, még repesz sem, mert brutálisan durva, 240 mm. Gyenge pontja az alváz, azt, hát elég sok minden belőni, még a tier 8-as tankok közül is az 50-100 az be tudja lőni, mert talán az IS-3 is kicsit távolabbról, közelről azért nem, mert ugye kap akkor egy ilyen jó kis döntést. Nagyon jó kis közelharci tank, viszont a Golden Wars kell bele, több kell bele, mint az IS-4-be, sokkal több, mert elég gyengének mondanám ezt a 250 átütést, hát papíron nem gyenge, de gyakorlatban igen, ilyen E100-ok, mauszok alvázáról gyakran pattulok vele, és akkor jön a Gold, és akkor simán átütöm vele a tornyát. És APCR az a Golden Wars-ja, ugye ez egy CV tank, még mindig, nagyon régóta CV tank, és előny ez az APCR, mondjuk nem tudom mikor előny. Hát ugye flankelünk vele, meg ilyen Jakpanzer SZ oldalát lőjük, meg a láncon keresztül kell lőni, akkor sokkal jobb ugye az APCR. Hogyha meg frontból látjuk az SZ-at meg a mouse-t, akkor a heat az előnyösebb, hogy a tornyát be tudjuk lőni. Felszerelések az ilyen, ez a szokásos heavy felszerelése, a skillek most ilyen van rajta. Ugye erre is kell a biztonságos elhelyezés, mert azért szokottam múlra kerülni elég gyakran. Viszont annyira nem, mint az IS-3, úgyhogy aki ettől fél, hogy most úgy fog amúra kelődni, mint az IS-3, akkor az felejts el, mert ez nem fog, csak hogyha oldalba lövik, de akkor is sokkal gyára kell, hogy eltalálják az amúreket. Hát ritkán kapok vele igazából amúreket, főleg így biztonságos elhelyezésre, úgyhogy ezt ajánlom rá. Az összes, az IS-4-re is, meg az IS-7-re is ajánlom, meg az IS-6-ra is természetesen. Az összes IS-re ajánlom ezt a biztonságos elhelyezést. Következő tank, ez egy Susaz Y, ami nagy kedvencem lett a utóbbi időben. Ez volt az legelső, életem első prémium tankja. 575 csatám van vele, hát az átlagsebzésem nem valami jó, de ugye kis kezdőként játszottam vele nagyon sokat. Viszont már így is megvan a második csillagra. Nagyon troll tank, brutális ágyúja van, nagyon pontosnak érződik. Papíron nem annyira, hát ez egy IS-4 ágyú igazából, csak kis szinten, ugye nerfelt átütéssel, meg töltési idővel. De nagyon jó, tényleg élvezetes vele a játék. Igaz, hogy TD, de nagyon jól fordul, 30 fok per másodperccel fordul, sebességhatár az korrekt, mint egy heavy tanknak. Páncél nem sok van, de rejtőzködni kell vele a csata elején, utána meg kell indulni, sok a HP-ja, meg nagyon nehéz lehet vele rammolni.
Úgyhogy ha valaki TD-zni szeret, akkor ezt ajánlom neki tier 6-os premium tanknak, hogyha meg lightozni, akkor meg ugye a Type 64-et. Következő tank ez a Chinookai. Ez nagyon régóta megvan, de keveset mentem vele, mindjárt meg is nézhetjük. És volt ez a küldetés, 79 csatát, annyira nem kevés, viszont hát nem tudom, nem nagyon éreztem ezt a tankot. De hát azért nem adom el, premium tankot ugye nem adunk el, ez alapszabály. Csak akkor, hogyha nagyon rossz tényleg és semmire nem jó. Viszont azért ez a Chinookai, ez egy ilyen gyűjtői darab nekem. Ugye megcsináltam a küldetést, megkaptam a leárazott árát, 750 goldot. Úgyhogy magyarul visszaszereztem ennek az árát. Szerintem ez egy korrekt is tank, az ágyúja nagyon jó, viszont lassan tölt, nagyon lassan tölt, ilyen 4 másodperc felett. De snipe-olni kell vele, inkább ez egy TD, mint hogy egy medium tank. Viszont azért mozgékon jól fordul, sebességhatár az korrekt. Hát elég gyenge a motorja, de annyira nem azért. Viszont az ágyus ügyedése az a Chinunak, a sima Chinunak 10 fok, ennek meg csak 6,5, ha jól tudom, ami nagyon kevés. Úgyhogy ehhez hozzá kell szokni. De akkor már, hogyha valaki akar tier 5-ös prémtankot, akkor a T25-öt ajánlom. És az utolsó tank az az STA-1. Na hát igen, szerintem ez a Centurion egy után a második legjobb tier 8-as medium. De van rajta kettő ilyen kiválóság jelem. Ha jól tudom, ez egy balta. A japánok baltát rajzolnak az ágyúra. 120 csatám van vele, majdnem 2000 átlagsebzés. Nagyon jól lehet vele statot húzni, olyan 1900-tól talán már unikum, vagy valahogy úgy, nem tudom. Ilyen 2000 sebzésekre, 2200-300-ra azért már szokta adni a 4000 VN8-okat, úgyhogy ez egy nagyon jó tank, megbízható ágyúval. Papíron nem túl pontos, olyan mint az FCM-nek, viszont gyakorlatban sokkal pontosabb, mint az FCM. Nagy az átütése, sebzése ugye a szokásos 240, és ugyanúgy tölt, mint az FCM, magyarul fullos legénységgel. 6,19 alatt tölt. Úgyhogy meg tesztek bele ilyen sushit, vagy nem tudom mi ez, onigiri, nem tudom mi az, akkor úgy lemegy 5-9 körülire a töltési idő. És akkor nézzük meg a fejlesztési ágaimat, hogy miket fejlesztek, hol tartok, ugye kínai ág. Ezt már elmondtam az elején, hogy T34-et szeretnék. 110-et, itt abba hagyom ezt az ágat, kihúzom a vízé 111-et, de nem fogom megvenni valószínűleg, mondjuk még ki tudja. Mostanában nem lesz 113, az már biztos. A 121-et azt nagyon szeretném megszerezni, de nem tudom mikor lesz az, az is kb. Egy olyan egy év múlva, hogyha így haladok vele. A francia ágon, hát igen, ez már kicsit jobban néz ki. Ugye a TD-ket senkinek nem ajánlom, a Fos 155 nerf óta nem túl jó, a Japan Zeresze az már szerintem jobb nála nerf óta, úgyhogy a TD-kről ennyit. Utána a heavy ág, az szerintem nagyon élvezetes és jó, innentől nem heavy, hanem medium tankok, viszont az 50-120 most elég szenvedős, nekem teljesen használható tank az is, senkit nem akarok erről lebeszélni, erről az ágról az 50-120 miatt. 50-100-at szerettem, ez egy korrekt tank, nagyon jó ágyúval, és ugye dobtára hatott lőni, hát az átlagsebzésem 2100 volt vele, ami hát elég jó. Hát igen, majdnem meg volt a harmadik jel, annyira jó. Még egy olyan 50 csatát kellett volna vele mennem, vagy még annyit se. És akkor nézzük tovább. Ugye ezt is ajánlom mindenkinek, aki szereti a lightokat és a medium tankokat. Nagyon jó ez az ág, szerintem a legjobb lightok a játékban még mindig. Hát artikat kiúztam eddig, de nem artizok, eladtam, nem is fogom visszavenni. Német ágon nagyon sok tank ki van fejlesztve. Artit is GV Panteri kiúztam, van rajta jó sok XP, vagyis hát nem tudom, hogy az fele megvan a GV Tiger P-nek, de nem artizok, mondtam, ezt nem fogom visszavenni semmiképpen. Korszig is ki van húzva, de nem szeretnék VTS-adat, az is le lehet nerfelve, így már nem túl jó. Japanzer S-adat azt szeretnék. Majd, és hát körülbelül ennyi, a Tigris 2 is ki van húzva. Itten a brit ágat nézzük. Hát igen, itt ki van húzva a Cent 1. És úgy nagyjából még a Arti van, és még itt a Churchill 1 még nincs kifejleszve, de majd ezt folytatom egyszer.
Ezzel meg vagyok elégedve ezzel az ággal. Ez a medággal. Amerikaiknál ugye a Heavy ki van húzva T-32-ig. Nem sokára lesz M103. Patton ugye most lett meg tegnap. Csak már ki kéne farmolni az árát, mert nagyon várom. Ez az ágyú valami brutális lesz. Ez a töltési idő kombináció. Szovjet ág ugye megvan az IS-4 IS-7, ez tök jó ág végig. KV-3 annyira nem jó tank, de tűrhető. Innentől meg már jó. Az IS-7 ág is. IS-8 inkább egy kínai mediumnak mondanám, mint egy heavynek. IS-7-ért megéri igazából. És most a szuszázat fogom megvenni, most top of the tree-be van, azaz le van árulva 30%-kal. Ezt még mostanában megveszem, mert szeretnék egy 263-at, ez egy nagyon jó TD. Ez a legjobb tier 10-es TD, szerintem utána jön a Jakkonzereszáz. Ez brutális. Medium ágat is majd egyszer elkezdem, és a 430-at szeretném elérni. Ez egy olyan különleges tanknak tartom. Hát lehet, hogy jobb a 62-a, meg a 140, de szerintem ez korrekt. Meg ez az ág, ez jó. Az 416 az nagyon jó tank. Azt tudom. Japán ágon 8-asig van kihúzva igazából, és hát nem sokára lesz Type 61. Azt még ki tudja, amikor. És ez lett volna az áprilisi 2015 áprilisi garázsbemutató videóm, és majd várható még több, olyan fél évente fogok csinálni igazából, és akkor majd láthatjátok, hogy hogy fejlődök az ágakkal, meg hogy húzom a tankokat. Hát köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és lájkoljátok a Facebook oldalt, amit megtaláltok a leírásban, és iratkozzatok fel a csatornámra. Dani Boy voltam, sziasztok!